A szeméttenger közepén John People Fox kapitány emberekre talál. Kimenekíti őket, tutajt építenek, majd kalandnak indulnak. Céljuk, hogy legyőzzék a hétfejű szörnyet. Elég nehéz volt fölfogni az elejébe a magának, a John People Foxnak a karakterét. Hát de belejöttem utána, főleg barátkoztunk még, viccelődtünk. Dusan Rádovics szövege rádiódrámának készült. Magyar nyelven színpadon még nem mutatták be. Van egy-két jelenet, amit mi csináltunk bele, átalakítottuk a People Foxot, de végül is ez az igazi John, kapitán John People Fox. Mi ezt egy kis lajkufélig zenével megbolondítottuk. Nem ragaszkodtunk ahhoz a verses részhez, ami eredetileg benne van, az maradt ki belőle, de én szerintem így nagyon jó. A kalóz történetet a rendező a környezetvédelem témájára adaptálta, ugyanis, mint mondja, nem lehet elégszer hangsúlyozni annak fontosságát. Valóban nagyon-nagyon fontos, hogy szót emeljünk, és hogy rámutassunk arra, hogy csak akkor lesz tiszta, zöld a környezetünk, csak akkor lesz oxigéndús a levegő, hogyha teszünk róla, hogyha nem azzal járulunk hozzá, hogy mi szemetelünk, hanem azzal járulunk hozzá, hogy összeszedünk egy zsák szemetet onnan, ahol látjuk, hogy eldobták. A tervek szerint januárban ismét repertoárra tűzik a legkisebbek előadását, december elején pedig a Diákszínpad középső csoportja is bemutató elé néz. Előadásuk a kortársak közötti erőszak témájával foglalkozik.